A költségvetésben szükséges változtatásokról tárgyalt ma a közgyűlés. A város életének szinte minden területén érezhető, hogy a növekvő árak több terhet rónak az önkormányzatra. Ennek ellenére nem állhatnak meg az olyan jelentős fejlesztések, mint például a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. gépparkjának szinte teljes megújítása. A gépcserékről és azok céljáról Boros Gábor ügyvezető számolt be a közgyűlésen. Az új eszközök közül egy emelő kosaras jármű már megérkezett, egy pedig még úton van. Közel 60 ezer fát kell gondozni Kecskeméten, ehhez nyújt majd mindez segítséget. A fű- és gyempápolási munkákhoz ötönjáró fűnyírót, egy gyommentesítő járművet és egy gépet szerez be a kávéjú. 8 millió négyzetméteren dolgoznak majd ezek az eszközök. Öntözéshez egy nagy DAF több funkciós teherautót és egy kisebb multikárt vásárol a kávéjú. A zöld hulladék elszállításához egy szemétszállító autót is beszereznek még idén. Az utcák tisztentartását négy darab olyan hakó Citymaster seprőgép látja majd el, amelyenből a kettő már megérkezett. Természetesen a köztisztaság területén is vannak egyéb feladataink, ez az egyéb feladatok pedig a rengeteg elhagyott hulladék, illegális hulladék az, amit el kell szállítanunk. Jelenleg egy nagyon régi parkkal rendelkezünk, ezeket nagyon sokat kell szervizbe tartani, ezért kieső idők vannak, és nem mindig tudjuk azonnal megoldani a feladatokat. Poros Gábor ügyvezető kiemelte, ez a probléma is megoldódik 2023 utolsó negyedévében, amikor négy új köztisztasági jármű áll szolgálatba a cégnél, az évig körülbelül 1100 köbméter illegális és 10.000 köbméter elszort hulladékkal kevert zöld hulladék elszállításához. De nem csak a KVÜ kapott támogatást. A módosított költségvetés elfogadásával a kultúra, a sport és az oktatás területét is segíti az önkormányzat. Engert Jakab a polgármester a közgyűlésen kiemelte, a pedagógusok bérére és bérpótlékára is jóval többet szán az önkormányzat idén.